Több pályázaton is sikeresen indult kurd önkormányzata az elmúlt időszakban. Ennek eredményeként újult meg a falu önkormányzati hivatala, energetikai korszerűsítés történt, és megépült a mozgáskorlátozottak bejutását segítő rámpa is. A beruházás során külön gondot fordítottak a 110 esztendős épület külső képének megőrzésére. A beruházástól az energiaköltségek jelentős csökkenését várják a kurdiak. Megközelítően 580 méter hosszban épül majd járda az idei esztendőben a Magyar Falu Program finanszírozásának köszönhetően 5 millió forintot fordítanak az utcahálózat rendbetételére. Müller János polgármester azt mondta, kiemelkedő az itt élők összefogása, melynek eredményeként a települési játszóterei modernizálódnak és lesznek az Európai Unió elvárásainak megfelelőek. A kurdiak hétvégente közös erővel építik újra a település játszótereit.